várakozik a telefonnál Szabolcs atya, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen, kedves Gergely, szeretettel köszöntelek, és a televízió nézőit is. Én is köszöntelek szeretettel, és köszönjük szépen ezt a nagyon szép interjút Bíró Püspök úrral, és úgy tudom, hogy most az érsek atyát várjuk majd vonalba. Miről fogtok beszélgetni? Ugye ez a helyzet, a járványhelyzet nagyon sok érdekes dolgot hoz elő, nehézséget, jó megoldásokat, a Szentléleknek az ihletésére, ki hogyan válaszol a kihívásokra. És azt gondolom, hogy a görögkatolikus világnak és életnek egy másfajta, sajátosabb kihívást jelent ez a karanténhelyzet, járványhelyzet, a szentáldozások, a liturgiák tekintetében. Igen. De ezeket majd azt hiszem már adásban is van a metropolita atya. Szeretettel köszöntelek, kedves Fülöp testvér. Haló? Dicsőség Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm érsek atyát innen a stúdióból, a magam és a katolikus nézők nevében, minden néző nevében, és akkor át is adom a szót Sajgó Szabolcs atyának, akivel az interjút végigcsinálják. Szeretettel köszöntelek, kedves metropolita atya. Köszönöm szépen, hogy a múltkori fiaskó után most rendelkezésre állsz, és itt vagy. A helyzet, ugye, ami mindannyiunkat, a legjobbik énünket kihívja, hogy hogyan is válaszoljunk a hitből, a lélek ihletésére, a járványhelyzetre, karanténhelyzetre. Sajátos módon éri el a görög katolikus egyházat. Egy kicsit beszélnél róla, hogy mit jelent nektek a mindennapi életben, egyházmegye szintjén, parókiák szintjén, vagy a saját életedben ez a helyzet? Igen. Nagyon szívesen az előbbi szavaidat is volt alkalmam hallgatni, amelyben a mi görögkatolikus egyházunk sajátosságaira utaltál. És hát valóban azt mondhatom, hogy nem tudom mennyire van így, de én így érzem, hogy nekünk a templom még fontosabb, mint bárki másnak. Talán lehet ezt mondani, lehet egy kicsit túlzás, de így érzem. Még a hittanban is sokszor ez jön elő, hogy mi templomos egyház vagyunk. Mi templom nélkül nem tudunk élni, hiszen a templomban van a szertartások, ott élünk, abból merítjük a hétköznapi élethöz az erőt, és ez okozhatta azt, hogy mi nálunk amennyire csak lehet a szertartásokat nyitott templom mellett végezzük. Nem mindig lehet, nem mindenütt lehetséges, főleg a fővárosi hívek és papok szomorkodnak ezen, hogy egyszerűen a fővárosban a személyi összetettség adottságok miatt ezt nem tehetjük meg, mert hogyha ott is nyitott templomok mellett végeznénk a szertartásokat, hát minden bizonyan nagyon-nagyon sokan jönnének oda, mondjuk római katolikusok is, vagy akár mások is. Nyilván a fővárosnak a nagyon gazdag vagy sűrű lakottsága miatt. Más helyeken mi általában kisebbségben vagyunk, és például Debrecenben is, bár hát itt nyilván sok hívő van, de a Főszékes Egyházban, vagy úgy Hajdúdorogon ugyanígy, nyitva van a templomunk, végezzük a szertartásokat, és nem sokan jönnek. Máskor persze ez, emiatt szomorkodik az ember, de most engem ez megnyugvással tölt el, hogy hát mindenkinek azt mondjuk, hogy maradjanak otthon. De azért, ha valakit a lélek arra indít, vagy a vágy, azért nem zárjuk be a templomunk előtte, és hát minden nap én is megyek át a templomba, végzem a reggeli zsolozsmát, szent liturgiát, és ha nem is sokan, de ott vannak, és ugyanakkor mi is fölkínáljuk természetesen azt a lehetőséget is, hogy világhálón keresztül be lehet kapcsolódni. Ezt leginkább Mária Pócsra építettük ki,
ott nagyjából elég profi módon onnan tudjuk közvetíteni a szertartásokat, de hát máshonnan is nagyon sok görögkatolikus templomból ugyanúgy egy szál kis árva kamerán keresztül be lehet kapcsolódni a szertartásokban. Ez az egyik része, ami sajátosságainkat jellemzi. A másik pedig, hogy az otthon imádkozókat is próbáljuk ebbe az irányba segíteni, hogy azt mondtam, hogy mi templomosak vagyunk, templom nélkül nem tudunk imádkozni, hát az otthont alakítsák át templommá. És erre egészen gyakorlati tanácsokat is megfogalmaztunk, tegyenek ki ikont, mécses, gyertyát, akár több ikont is, egy ilyen kis imasarkot érdemes kialakítani, és akkor ott végezni a szertartásokat, vagy együtt a templomi szertartással, mondjuk egy számítógépen, telefonnal bekapcsolva, vagy annélkül, de mégis ehhez szövegeket is adtunk ki, ugyanígy mi is, mint más egyházak is gondolom, hogy otthon végezzék az imádságaikat. És hát bizony azt mondhatom, hogy ebből nagyon sok szép lelki haszon is származik, hiszen ezeket az ikonsarkokat, ezeket a templomi, vagy az otthoni imahelyeket már rég tanácsoltuk a családoknak, hogy alakítsák ki, de kevés helyen hallották ezt meg, vagy valósították meg. Most azonban azt hallom, hogy egyre több helyen megteszik ezt, és kialakítják ezt az imasarkot, ami aztán remélem, hogy a vészhelyzet elmúltával is ott fog maradni. Igen, ez egy nagyon érdekes szempont, és egyre többen élik meg a templom, a bezárt templomok világát úgy, hogy hiszen a Jóisten nem a templomban lakik, az csak hanem az egész világegyetem az ő otthona, tehát mindenütt tulajdonképpen az ő templomában vagyunk, hogy ezt az alapvető gondolatot mennyire felerősítheti a járványhelyzet, hogyha helyesen fogjuk föl. Tehát, hogy mindenütt közel van hozzánk a teremtőnk, a megváltónk, és hogy ahol tényleg olyan környezetet alakítunk ki, hogy az ő jelenlétét segítsen megélni. Megélni, így van. Igen, hogy akkor az mind avanzsál templommá. Amúgy is ugye, hogy a világegyetem az egész univerzum, a gyönyörű katedrálisa a teremtőnek, és hogy ez a teremtő egyben megváltó Isten ott van számunkra, mindenütt a feszület a Krisztusban az isteni szeretet áldozata a megváltásunkra. Egy kicsit beszélnél esetleg arról egy pár szót, hogy a szent áldozás hogyan is történik. Igen. A lelki áldozás, illetve a szent áldozás. Igen. Hát nálunk a lelki áldozásnak nincs helye, tere, erről mi nem szoktunk beszélni. Mert a lelki áldozás, hát valójában nem áldozás. A lelki áldozás egy nagyon szép jámbor lelki cselekmény, vagy cselekedet, amellyel az ember átéli az Isten jelenlétét. De ahogyan azt mondtad az előbb, hogy ahogy az egész univerzum templom lehet, és ha erdőben vagy bárhová megy az ember, találkozhat az Úristennel, mondhatni éppen úgy, mint a templomban. Hát hogyha úgy tetszik, ez a fajta lelki áldozás, amely egy ilyen lelki értelemben átélem az Istennel való egyesülést, ez is bárhol érhet. Tehát ezt nem kell az eukarisztiához kötni. Ez nem az eukarisztiában való részesülés. Mi nálunk az eukarisztiában való részesülés, a szent áldozás, az nagyon, nagyon naturalisztikus. És most egész meglepő dolgot mondok talán, de például az, hogy mi nálunk a szent test és a szent vér megrágható, az annak nagyon fontos szerepe van, hiszen testi valóságában találkozunk a megtestesült Úr Jézus Krisztussal. És az ortodox egyházban nagyon elterjedt gyakorlat, és mi nálunk is egyre inkább terjed ez, hogy mi vörösbort használunk. Tehát még a színe is a szent vérhöz, vagy magát a vér, az emberi vérhöz hasonlít. Tehát, hogy minél több elemében érzékeljük
az isteni jelenlét testi valóságát. Tudod? És ezért mondom, hogy ilyen értelemben a lelki áldozásnak olyan nagyon nincs nálunk helye, szerepe, tere, mert az eukarisztia az bizony a megrágott, mennyből alászállott kenyér és szent vér. Na most, hát ezt viszont mi nagyon-nagyon-nagyon hiányoljuk természetesen. Még amikor szelidebbek voltak a rendelkezések, már akkor gondolkoztunk azon, hogy hát hogyan tudjuk mégis elkerülni a fertőzés veszélyét, és már a kezdetén emlékszem rá, és országvilág előtt bevallom, hogy eleinte én berzenkedtem ezzel ellen, néhány paptestvér javasolta, hogy külön a kanalat használjunk minden egyes szentáldozáskor. És hát eleinte én nem nagyon akartam ezt engedélyezni, de hát beláttam, hogy azért a biztos, tehát a fertőzés teljes elkerülése véget, ez mégiscsak fontos, úgyhogy a szentáldozást így tudjuk lebonyolítani, hogy mindenki saját kanállal, illetve mindenkit más kanállal áldoztatunk meg. Így teljesen ki van zárva az, hogy az egymás után következőnek bármilyen érintkezési lehetősége volna. És a szentáldozásba állókat is mindig figyelmeztetjük. Eleinte kellett, most már mindenki tudja, hogy a 2 métert megtartják. A templomban, amikor ott vannak, mit tudom én, van olyan szertartáson, 20-30-an is vannak a templomba, de nagy templom lévén egymástól távol tudnak lenni. Úgyhogy hát lehet, hogy feszegetjük a határokat, de azért elmegyünk addig, ameddig lehet. Egyébként egyeztettünk ebben a kérdésben szakemberekkel is, orvossal és a kormány részéről is. Tehát, hogy senki sem sütheti ránk, hogy mi nem veszük figyelembe az előírásokat, teljesen pontosan betartjuk, de hát ahogy mondom, mi nem tudunk meglenni templom nélkül, és ezért így módon ezt a megoldást választottuk, hogy templomaink nyitva vannak, szertartásaink látogathatók, a szentáldozásban pedig ezzel a biztonsági rendelkezéssel tudunk segíteni, hogy részesülnek is az eukarisztiában, de az semmiképpen se legyen, még csak kockázatot se hordozza annak, hogy a fertőzést továbbadja. Utána egyébként a papnak is a megfelelő szabályok betartásával kell fertőtlenítenie ezeket a kanalakat, kifőzés után használjuk majd újra. Hát összesen 350 kanalat vásároltunk például a debreceni főszékesegyházba. Nyilván hát nem volt rá szükség még ilyen nagy mennyiségben, de más templomoknál is ez az ajánlott, és illetve az előírt gyakorlat, hogy ahol többeket áldoztatnak, ott külön kanállal áldozhatom mindenkit, illetve koncelebrálás esetén is az egymás utáni, a papok, amikor egymás után áldoznak, ők is nem kanállal és nem a kehelyből áldoznak, hanem bemártással. Tehát ezeket a óvintézkedéseket meghoztuk, mi is betartjuk, és akkor élünk, amennyire tudunk mi is, hát nyilván ez egy nagyon visszafogott egyházi gyakorlat ahhoz képest, amit lehetne, vagy hadd mondjak még egy példát, a pászka szentelés, hát a legnagyobb hiányosság ez volt, hogy ugye nálunk hát húsvét nincsen pászka szentelés nélkül, eddig azt hittük, és hát most kiderült, hogy van, de ebből is egy nagyon érdekes haszon vagy előny született, mert kiadtunk egy kis ima rendet, ima füzért, és a családapákat, a otthon élő emberekből egy-egy személyt a családból buzdítottunk arra, hogy otthon ezzel az imádsággal áldja meg a saját ételét, és hát még ilyen se volt, és édesapák számoltak be nekem arról, hogy hát egész különleges helyzetben érezték magukat ezzel, hogy hát most ők aztán tényleg megvalósult, hogy az apák a család papjai, és a húsvéti eledet ők áldották meg. Uh-huh. Amit említettél a kanalakkal kapcsolatban, így sokat Igen. beszélgettünk a latin szertartásban az áldozásnak, itt is több változat fölmerült, hogy külön kis borítékba elhelyezni a
az oltári szentséget, és úgy vegyék át, akik áldoznak, és akkor aztán hogyan kézbe, tenyérbe ejteni a szentostyát, és úgy áldozzanak egymás után. Tehát nagyon sokféle változat, ugye a leleményesség nagyon fontos, jött elő a latin ritusban is. Eszembe jut a külön kanalakról, hogy hogyan évszázadokkal korábban, például a pestis járvány idején, hogyan kenték meg a betegeket, hogy a hosszú-hosszú bot végére kötött vattár szent olajban, és akkor és akkor azt cserélték, hogy ott is ne legyen. Most hasonlót teszünk mi is a betegek olajánál, alkalmazható az a kis eszközén pálcika, ugye a kozmetikumnál használják, kozmetikai folyamatoknál, és akkor az olajjal, tehát hogy ott se legyen fizikai érintkezés, amikor olajjal megkennek valaki. Vagy hát ami nagyon furcsa, hogy például maszkban gyóntatunk, a szabad téren van a gyóntatás, a templom előtt, oda teszik le a két széket egymástól távol, ahol nem hallható nyilván mások számára, és akkor így, hát nagyon furcsa maszkban gyóntatni, de hát nagyon sok furcsaságot élünk meg most ezekben a hetekben, hónapokban nyilván mindnyájan. De ahogy említetted is, ugyanakkor a leleményesség, az ötletesség, a kreativitás is egyfajta isteni ajándék, és ezt is használnunk kell, hogy óvatosan, illetve nagy elővigyázatossággal, de mégse legyincsünk azzal, hogy hát akkor most ezeket elhagyhatjuk. Ezeket nem szabad elhagyni, csak hát a lehetőségekhöz mérten tudunk élni ezekkel a kegyelmi lehetőségekkel. Még szeretnék visszatérni a lelki áldozás kérdésére, mert hiszen egy egyháznak vagyunk a tagjai, ahol különféle teológiai megközelítések, értelmezések vannak egymás mellett, és hát az isteni titkot mindegyik csak közelíti, hiszen az emberi agy nem tudja igazából befogadni, hogy mit jelent az áldozás is, az a bizonyos belső egyéválás a teremtővel, a megváltóval, és hát ugye már azzal, hogy ahogy a gyönyörűen mondja Pál apostol, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, és mindenben hasonlóvá lett hozzánk embereket. Tehát igazából a karácsonynak a titka, a megtestesülésnek a titka már hordozza igazából az Isten szeretete, hogy ezzel a teremtett világgal, hogy valamilyen belső egységre lépett, nem egy ruhaként vette magára a testet, hanem örök időkre az egység, a teremtő és a teremtménye között a megváltó szeretetben, és hogy erre pecsét tulajdonképpen a Golgota hegye a kereszten, hogy az életét adja, hogy mutatja, hogy ezt valóban így gondolta, és valóban ez a helyzet. Na most, hogy az áldozásnak a lényege, hogy itt igazából Krisztus áldozatáról van szó, aki értünk, a velünk való egységért, hát mindent megtesz, és ebben meg is marad, és hogy ugye a latin megközelítésben, hogy ezt az isteni szeretetet befogadja az ember, hiszen ő tesz minket egyé Istennel, és tudjuk, hogyha testileg áldozunk is, de lelkileg nincs meg ez a lelkület, akkor az olyan nagyon nagy kegyelmi haszonra nem számíthatunk. Tehát fontos az, hogy ez a megfelelő lélekkel fogadjuk Istennek egyétevő szeretetét. Ezt számunkra mondjuk így van ez a bizonyos lelki áldozás. Nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, hogy ezt most így előhoztad, ezt a megközelítés különbséget, hiszen mélyebbre mehetünk kölcsönösen magunk útján a lelki áldozat. Igen. Ha még hozzáfűzhetek valamit, ugye azért más szemszögből, más látószögből közelítem meg kicsit a teológia, keleti teológiai szemlélettel ezt a kérdést, mert amikor az ember a Jézus imát végzi, akkor is használjuk a kifejezést, és a lelki tapasztalat ezt erősíti meg, hogy egyfajta egyesülés történik az Úrral. Vagy inkább azt mondom, hogy egyfajta fölismerése, fölfedezése a bennem élő Krisztusnak. Tehát minél
minél mélyebbre jutok az Isten kegyelme folytán a belső imában, mert a Jézus imának ez a szinonimája, úgy tetszik. A Jézus imának nem az a lényege, hogy azt a bizonyos fohász, Uram Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam, mondom. Nem ez a lényeg. Ez egy eszköz, amely hozzásegít a belső imatapasztalathoz, a belső Istennel való találkozáshoz, és hát ugye ez nem is tudom, majdnem ugyanaz, tehát ez az, amikor megélem az Istennel való egyesülést lélekben. És nyilván ennek az alapja a megtestesülés, tehát ez nem valami buddhista meditációnak az eredménye, hogy hát, hogyha én ilyen lelki állapotban ringatom magamat, akkor átélhetem az örökké valóval való egyesülést. Szó sincs róla, mert sokkal többről van szó, erről van szó, csak sokkal többről, hogy a megtestesült Krisztus Isten a keresztelésben bennem él, és ennek az élő tapasztalatát élhetem meg, minél mélyebben jutok a Jézus ima során a Krisztus közelébe, amely azt is jelenti, hogy az én saját lényem, saját szívem mélyének, a saját énemnek a közelébe jutok valójában, mert amikor élünk a hétköznapi életben, akkor sok esetben önmagunktól is távol vagyunk, mert a felszínen vagyunk, és pörgünk, és intézkedünk mindenfélét, és sok esetben nem vagyunk benne a tetteinkben. A Jézus ima során az a fajta elkülönült, Istenek szentelt időben és térben ott vagyok az Úrral, akkor átélem az Istennel való egyesülést, vagy megtapasztalom a bennem élő, jelenlévő Istent. Igen, ha már ilyen sokat beszéltünk a Jézus imáról, talán érdemes még egy kanyart tenni. Szokták kérdezni az emberek, akik a Jézus imát végzik, hogy igazából mit is jelent az, hogy az imádság az agyunkból a szívünkbe költözik, hogy mivel segíthetjük elő, hogy a kognitív szintről valahogy a szív szintjére jusson el az imádság. Ha ezzel kapcsolatban akarsz valamit megosztani, gondolom sokan hálásat lesznek. Szívesen. Van egy nagyon kedves apoftegma. Az apoftegma azt jelenti, hogy a atyák mondásai, egy ilyen rövid kis történet vagy mondás. Ez így szól, nyilván te jól ismered Szabolcs atya, de talán nem minden kedves nézőhallgató ismeri, hogy a fiatal szerzetes tanácsot kér az öregtől, a sztaresztől, hogy imádság közben elborítják a gondolatok, és nem tudok az imára figyelni, mert jönnek a gondolatok állandóan egyik a másik után. Hát ugye ez egy élő tapasztalat, az ember elcsöndesedik, kikapcsol mindent, rádiót, telefont, és akkor aztán zúdulnak rá a gondolatok. És akkor az öreg, hát tanácsot kér tőle, mit csináljunk? Na azt mondja, gyere, menjünk fel a tetőre, ugye Egyiptomban vagyunk, egyenes a háztető, fölmennek a tetőre. Na azt mondja, fogd meg a szelet, ott fúj a szél. Egyébként te is voltál egyébként monostorba, este mindig délután föltámad a szél, és akkor egészen a napfelkeltéig rendesen fúj. Na, szóval fogd meg a szelet. És hát az engedelmes fiatal szerzetes próbál kapadozni, de hát mondja, hogy hát nem bírom megfogni. Na, hát azt mondja, így jársz te is a gondolatokkal, hiába próbálod őket megfogni, az mint a szél fúj jobbra-balra, azt te nem tudod megfogni. Hát ez egy elég szomorú dolog. Na, lementek akkor a cellába. Azt mondja, most fog meg a szelet. Hát azt mondja, itt nem fúj a szél. Hát az erről van szó. Menj le a szíved kamrájába. Jézus is ezt mondja, te amikor imádkozol, menj be a belső kamrádba, és menj el atyád, aki rejtekben is lát, megjutalmaz. Itt nem fúj a szél. Amikor te találkozol a gondolatokkal, akkor még fönt vagy a tetőn. Az értelmednek a szintjén, a gondolatoknak a szintjén. Ott rengeteg gondolat van. Ne akard őket megfogni, mert úgyse tudod. Nem bírod elhajtani se őket, képtelenség. Csak hagyd ott őket. Ne törődj velük. Ne foglalkozz az, hogy jaj, erre nem szabad gondolni, arra nem szabad gondolni, mert akkor csak viaskodsz, és csak kapadozol össze-vissza. Hagyd ott, és te szállj le a szívedbe. Ebben segít a Jézus ima, lekísér, mint egy lépcső, mint egy korlát,
hogy minél mélyebbre jussál önmagadba, a szívedbe, és ott történik valami, amiről már nem tudsz. Mert nem mondhatod, hogy jé, itt nem fúj a szél, mert mihely is ezt kimondtad, már is az értelmeddel közelíted meg a helyzetet, és már is arra gondolsz, hogy na most van vagy gondolat, vagy nincsen. Tehát oda lejutni a szívbe egy olyan megfoghatatlan tapasztalat, amelyről nem tud beszélni az ember, és amelyet nem is tud elmondani, hogy nézd csak ezt így és így csináld, és akkor lejutsz oda, hopp, ott vagyunk, mert ez mind-mind értelmi cselekedet, egy tudatos cselekvés sor, aminek a végén hát elvileg az kéne, hogy megérkeztem a szívembe. De ez így nem nyomon követhető, mert csak az értelmemmel tudom ezt nyomon követni, ott kell hagyni. Szabad most, valamit hát kérdezni? Ugye nyilván itt föltárul egy titok, ami megfoghatatlan és elmagyarázhatatlan, de nem is baj, mert itt már a lélek veszi át a szerepet, és hagyatkozzam erre a lélekre. De hogyha szándékomban áll, a vágyam az, hogy az Istennel találkozzam, és rászánom az időt, és a gyakorlást, és Jézus azt mondja, hogy szüntelenül kell imádkozni, hogy nem szabad belefáradni az embernek, nem szabad belefáradni, hanem szüntelenül gyakorolni, mondani, törekednie rá, és mint egy ajándékképpen a lelki törekvésem gyümölcseként megkapom azt, hogy ott vagyok a szívemben, amelyről viszont nem tudok, mert nem tudatosul, de amikor, ha csak pár másodpercre is megadatik, az embert bizony olyan lelki állapotba juttatja, amelyről a zsoltáros azt mondja, hogy édesebb, mint a méz. Így mondja, hogy a méznél mi lehet édesebb? Hát nem tudjuk, hogy valami édesebb, mint a méz, de ez a lelki tapasztalat, amikor a szívemben találkozom az Úristennel, ez édesebb, mint a méz. Érsek, atya, hadd kérdezzek valamit én is ehhez kapcsolódva, hogyha szabad. Ehhez a mélyebb ima tapasztalathoz mennyiben segít hozzá a nyugodt, összeszedett élet, és azok, akik zaklatottabban több feladattal kell, hogy megbirkózzanak nap mint nap, azoknak vajon sikerül-e lejutni ebbe a kamrába, hogyha csak érsek, hogyha mostani mindennapjaira gondolunk, vagy a Dámóci tapasztalatokra, hogy van-e különbség a tetőn maradás és a szívbejutás nehézsége között? Nagyon, nagyon helyén való és találó a kérdés, mert rámutat a mostani világunknak a betegségére. Igen, azért a hitélet, az egyházi élet, a hitnek a megfogyatkozásával egyenes arányosságban, vagy hatványozott, de egyenes arányban van a mai világnak a felszínessége, zajossága, pörgőssége, és sorolhatnánk, amitől szenvedünk. Igen, sokkal nehezebb. Így sokkal nehezebb imádkozni. És még ez az érsekként is? Egy pillanatra, Gergő, csak még Igen. Egy pillanatra azt toljak bele, hogy ugye a nyugati megközelítésben beszélünk az aktív szemlélődésről és a passzív szemlélődésről, amikor ezen a bizonyos hármas úton az Isten felé, a tisztulás útján, a megvilágosodás útján, az egyesülés útján vagyunk ennek az utolsó fázisa, amikor az aktív szemlélődésből átmegy az ember a passzív szemlélődésbe, a belső ön átadással, és hát itt jön megint az áldozás témája, hogy Isten áldozata is az, hogy önmagát adja értünk, és akkor az egyesülésben abból látjuk, hogy ez egy keresztény út, ez a lelki tapasztalat, hogy mi is meg képesek vagyunk meghalni magunknak, hogy Isten élhessen bennünk, hogy Krisztus lehessen bennünk, és hát ez mondjuk így egy színezi az áldozással kapcsolatos gondolatunkat. De hadd kérdezzem még azt, hogy vagy mondanám azt, ugye, hogy ez a bizonyos állapot, ez egy teljesen másféle tudatállapot, amikor az ember mégis a szeretet mélyebb szintjére jut, de szeretet csak akkor van, ha van én és te. Tehát nem oldódik föl a személyiség határa, de az, hogy az ember nem gondolkozik, hanem másféleképpen működik az értelmes tudata, nem a megszokott mindennapi szinten. Én egy személyes, nem tudom, vehetem-e személyesre
a kérdést, kedves Fülöp atya, hogy nyilván neked is megvan a történeted a Jézus imádsággal, egyszerűen a fölfedezése, a végzése, a benne való kitartása, és annak a megtapasztalása, hogy tényleg eljuthat az agyból a szívbe, Isten kegyelméből az ember. Nyilvánvalóan ez Isten ajándéka, de hát Isten várja, hogy mi is tegyünk érte valamit. És ez tulajdonképpen Gergőnek is a kérdése, hogy te szerinted így, vagy a te életedben hogyan jön be, mi volt az, ami úgy megnyitotta jobban a kegyelemnek a segítő erejét, hogy egyétevő erejét, hogy eljuss a szívbe? Hát nézd, hogy erre rákérdezel, egyrészt én is azt tapasztalom, vagy arról kell beszámolnom országvilág előtt, hogy azért én még mindig nagyon az elején vagyok, és sok ima testvérem, imádkozó testvéremnél látom, hogy ők ezen a téren sokkal mélyebbre jutnak. Ami az én életemben egy nagy fordulat volt, az a szerzetesi élet volt, a novicius mesteremmel való, sőt nem, hát a lelkiatyámmal való találkozás. Elmondhatom, hogy jó 10 éven keresztül nagy buzgalommal, egy szorgalommal és száraz fűrészporként végeztem és mondtam a Jézus imát, míg nem a lelki atyám aztán felnyitotta a szememet, hogy mit is hozhat ez. És még elmondhatom, hogy Járics Ferenc atyával való találkozásom is nagyon-nagyon sokat segített abban. Érdekes módon abban, hogy fölismertem, vagy ha kicsit megérte, ráláttam a különbségre, ahogy egy jezsuita megközelíti ezt, és ahogy az én bencés lelki atyám tanította ezt. Egy kicsit mosolyogva hallgattam Szabolcs atya szavaidat, mert hát igen, egy jezsuita így hihetetlen precizitással végig tudja mutatni ezeket a folyamatokat. Én ezt nem tudom, csak valahogy úgy érzékelem és élem. Na most igen, ami a fordulatot illeti, az a szerzetességem hozta. Nyilván akkor, kicsit Gergőnek is válaszolva, akkor egy csodálatos időszakot éltem meg, a világtól elvonulva, csak az imádságnak és a kétkezi munkának éltünk, Atanáz atyával kint belgiumi bencés monostorban, Sestonyban, és hát akkor nagyon-nagyon sokat tanultam az imádságban, de nyilván az sínretett, vagy nagyot segített, de aztán ez a tanulási folyamat hát nem állhatott ott meg nyilvánvalóan, és az új élettapasztalatot hozott egyrészt a Dámóci lét, másrészt pedig aztán a mostani püspöki nagyon, nagyon pörgős élet, amelyben nyilván nem volt szabad, hogy egy mágszemnyit is visszalépjen az ima élet, hiszen akkor mit ér az összes püspöki buzgóság, hogyha annak nem az ima élet az alapja és a energiaforrása. Kedves püspök atya, már befejezésül akkor csak egy dolgot, kicsit elszaladt az idő, de azt gondolom, hogy nagyon jó teherrel szalad az idő, vagy üzenettel. Dámolc többször is előkerült. A héten volt évfordulója, méghozzá azt hiszem a 20. annak, hogy... 20. évfordulója, igen. Igen, hogy felszentelte Dámolcon a szerzetesi együttléteteknek a helyét az akkori püspök Szilárd atya, és ezt is meg is ünnepelzétek együtt, igen, szép csendben. Dámosznak mi lesz a sorsa? Jó Isten tudja egyedül, de egyelőre betölti a mostani félárbószra eresztett létét is, mert ahogy utaltál rá, igen, valóban beszéltünk is róla, 20 évvel ezelőtt Szilárd püspök úr húsvét harmadnapján felszentelte a szerzetesi kápolnánkat, és akkor ezt most a búcsúünnepet, most így megünnepeltük kettecskén, illetve volt még egy fiatal ember velünk, aki segített nekünk az imádságban, az énekben, és oda vissza szoktunk vonulni, Atanáz atya is, én is. Ez nagyon-nagyon sokat jelent. Én minden héten egy napot ott töltök, és ez adja meg azt a,
azt az igazi ritmust, hogy nem csak pörgés van, hanem megállás is van, nem csak zajos élet van, hanem elcsöndesedés is. Úgyhogy hát most jelen pillanatban így szolgál a régi monostorunk, üresen áll, de néha megjelenik a régi egyik vagy másik szerzetes. Érdekes módon vannak fiatal emberek, akik megszólítanak, hogy komolyan gondolkodnak a szerzetességről, és nem tudom, hogy hogyan fog alakulni, de egészen biztos vagyok az Úristen nagyszerű sok tervébe ez is szerepel, hogy majd újra felvirágzik a görögkatolikus monasztikus férfi közösségünk. Hát addig meg a napi feladatokat kell ellátni, elég a napnak a maga baja, aztán majd megmutatja a Isten, hogy holnap mit kell csinálni. Ez is volt az egyik célom Dámócnak így az előhozásával végül, hiszen most nagyon sokan megtapasztalják azt, hogy a bezártság, a karantén, az elcsendesedés, az milyen áldás lehet. Áldás, hogy Isten lehet. Igen, és nem árt tudni, hogy van egy hely, hogyha főleg, ha valaki görögkatolikus hagyományban élő és férfi ember, hogy van egy hely, ahova esetleg éppen püspöki segítséggel, bátorítással el is lehet vonulni. Tehát lehetséges az, hogy ez a mostani helyzet valami ilyen lelki megújulást hozhat, esetleg éppen Dámócra is, ahogy a 13. században a tatár dúlás nyomán, hogy az emberek ráébredtek arra, hogy vannak fontosabb dolgok, mint aminek azért addig éltek, és elindult a pálos szerzetesrend Magyarországon. Hát ki tudja, hát ha éppen valami ilyen lángot gyújt emberekben a lélek, hogy Dámócz ismét. Igen, köszönöm, hogy ezt így szóba hoztad, és akkor már ki is használom a lehetőséget. Most éppen készítek egy kis sorozatot, amelyben a fiatalokat szeretném megszólítani rövid kis üzenetekkel, hogy mit is jelent a szerzetesség. Egészen biztos vagyok abban, hogy sokkal több fiatalban ott van a szerzetesi hivatásnak a csírája, de az említett nagyon pörgős, felszínes, zajos élet nem hagyja kibontakozni, vagy akár észre sem az, hogy észrevegye a fiatal, és egy ilyen kis üzenetsorozattal próbálom majd még ezt is segíteni a fiatalokban, hogy ne féljenek tőle, ne félj a szerzetességtől, ez lesz a sorozatnak a címe, majd nem sokára közre. Hát ezek gyönyörű végszavak voltak, és köszönöm szépen. Hadd reagáljak én még csak egyetlen egy, az első témák között beszéltünk a templomról, hogy mennyire kötődnek a görögkatolikusok a templomukhoz, mert én néztem a liturgiákat, és gratulálok innen a stúdióból a görögkatolikus média központnak, nagyon szépen közvetítették ezeket a mély és hosszú liturgiákat. Igen, és örülök, hogy ez az együttműködés így a Bónum között ezzel a... Így van, nagyon hálásak vagyok a Bónum TV-nek. És a nézők, mert én közben nem csak ilyen kamera előtti telefonokat szoktam fölvenni, úgyhogy hallottam több nézőtől, hogy nagyon hálásak, és nagyon tetszett nekem az a felvétel, ezt el kell, hogy mondjam, Fülöp érsekatyának, amikor úgy készítette el ez a média központ a liturgiát, hogy bekapcsolt családot egy asztalnál, akik maguk olvasták az énekeket, vagy énekelték, nem tudom pontosan a liturgia menetét. Ez, szóval megmutatták, meg tudták mutatni, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet a családi asztalnál a templom liturgiáját végigkövetni. Úgyhogy ez egy nagyon szép felvétel volt. Nagyon köszönjük szépen. Én is hálás vagyok ezek a jó munkatársakért. És köszönöm szépen a hívást, köszönöm, hogy szóhattam így a Bónum TV-n keresztül. Áldott fényes hetet kívánunk. Hasonlóképpen. Föltámadt Krisztus. Valóban föltámadt.